miután menzánk van és kollégiumunk van, ezért ugye az itt lévő konyha mindenképp szerves mellékterméket fog termelni. Ezeknek nagy része bekerül. Most itt részletezhetem, hogy a krumpli héjtől a kelkáposzta levélig, de ezeknek egy része nyilván bekerül. Miután a kertészetben termesztés is folyik, különösen az őszi időszakban mindig maradnak szármaradványaink, gyökérgumós maradványok. Adott esetben az elrohadó paradicsomnak ugyanez lesz a sorsa. A parkban a munkáltató gyakorlatok keretében, különösen az őszi időszakban a gyerekek munkát végeznek. Részben a fák koronájának kialakítása, a bokrok rendezettsége, de alapvetően itt hatalmas mértékű biomassa keletkezik a lehullott lombból. Ezt a lombot nekünk kezelni kell. A gyerekeink a gyakorlat keretében általában ezeket összegyűjtik hosszas munka eredményeként, és mögöttem található területeken, ami már tulajdonképpen a Sió csatornának az ártere, így gyűjtjük össze, illetve a kertészetben van egy olyan területünk, ahol ezeket a növényeket komposztáljuk. Alapvetően a fóliasátorba, az üvegházba kerül a komposzt visszahasznosításba, főként a palánta nevelésbe vesszük hasznát. Az iskolának nincsen saját komposztáló üzeme, hanem a Berki város részben van egy komposztáló üzem, egy nagyon modern feldolgozó, tehát van velük egy megállapodás, és akkor oda visszük ki a komposztálandó anyagokat, növényi maradványokat, nyersedékeket, vennyigét, mindent összegyűjtünk, tudatosan törekszünk erre, és majd később pedig komposzt kapunk érte, amit visszaforgatunk a termőföldbe. Úgyhogy itt még csak az összegyűjtött komposztálandó anyagok vannak. Ugyanez van a gyakorlókertben, ott is tanítva a diákokat, hogy mi az, ami nem lehet benne, és akkor, amikor összegyűlik annyi, akkor kiszállítják, és voltunk már ott üzemlátogatáson, és akkor a diákok látják is azt, hogy mi is zajlik ott lenne, tehát látják, amikor átforgatják a komposztot, hogyan érlelik, és igazából milyen állapotba kerül vissza a gyakorlókertbe. Az elkészült komposztot nagyon nagy örömmel fogadjuk, és igazából ezt visszajutatjuk a területre, széterítik, a diákok ebben részt vesznek a munkálatokban is, főleg amikor ugye olyan osztály van, akinek az van behozva az a gyakorlat, akkor ők ebben részt vesznek, tehát ők terítik, és utána majd a bedolgozásban is részt vesznek a diákok. Nagyon nagy mennyiségű komposztot kapunk, hiszen a gyakorlókertben nagyon sok növényi maradvány szaporodik föl, tehát amikor a paradicsom és a paprika kultúra felszámolódik, akkor tetemes mennyiségű növényi hulladékot szállítunk el, és amit visszakapunk, az is elég nagy mennyiség, úgyhogy ez a tápanyagpótlás szempontjából is nagyon fontos, illetve a hulladék ezzel csökken, ráadásul a talaj szerkezetét is javítja, a diákok ezzel egy tudatos magatartást tudnak elsajátítani, úgyhogy rengeteg előnye van neki. A kertészetben kétféleképpen működik komposztálás. Az egyik az egy ilyen fakeretes komposztálóba, ahol mindenképpen olyan darabolt nyesedékek, illetve zöld hulladékok kerülnek, ahol gyorsabb a lebomlás. A diákok időközönként forgatják, illetve a zöld növényi hulladékon kívül a fűtésből származó fahamut is ide szórjuk, és ez által meggyorsul a lebomlás. A fakeretesbe az körülbelül egy év alatt lebomlása kerül. Ebbe a hosszú ágyásban, amióta itt vagyok, tehát az a harmadik éve, még nem termeltünk ki belőle. Azért szeretném azt, hogy ami még nem korhat el, azok kerülnek az új komposztba, és alulról meg kinyerhessük a már kész terméket. A komposzt felhasználása a dísznövények cserepezésére történik, illetve a palántákat kétféleképpen állítjuk elő. Előállítunk szálas palántát eladásra, és előállítunk poharas, vagyis tápkockás palántát, és ezeket a palántákat is ebbe a komposzt földbe ültetjük. Az intézmény meglehetősen nagy területen fekszik, és ezen a nagy területen
meglehetősen sok zöld hulladék és nyesedék képződik nap mint nap, természetesen a vegetációs időben. Ennek a hováfordítása több célú, részben a korábban látott állatállománynak a friss zölddel való ellátását célozza, másrészt pedig hát bedolgozásra, komposztálásra kerül. Nemrégiben pályázati úton hozzájutottunk egy nyesedékaprító géphez, ami ezt a munkát meglehetősen megkönnyíti. Épp a tőlünk jobbra elterülő területen látjuk azokat az alapanyagokat, amelyek bezúzásra várnak még, és hát tulajdonképpen komposzt alapanyagként kerülnek fölhasználásra. Ugyanakkor az iskola gazdasága rendelkezik egy úgynevezett csemetekerttel is, ahol hát különféle technológiai feladatokhoz az itt képződött nyesedéket még a komposztálás előtt is föl tudjuk használni, hiszen mulcs anyagként, talajtakaró kéreg anyagként ezeket a növényi maradványokat föl tudjuk használni. Kertészetünkben egész éven komposztálunk, tehát mindenféle zöld hulladékot, amit felszabadul a kertészetbe, valamint a nyesedéket, a gyümölcsfa nyesedéket, ide hordtunk a komposzttelepünkre, ahol igazából folyamatosan gyűjtjük össze a hulladékot, és amikor egy-egy terület megtelik, akkor ugye földdel takarjuk, akár locsoljuk, közben szellőztetjük, átrakjuk, és egy év alatt valamelyik része esetlegesen, ahol fa hulladék van benne, két év alatt komposztálódik, és utána ezt folyamatosan felhasználjuk az ültetés során, rostáljuk a komposztföldet, és visszatermeljük, és ezen termesztünk. Az üvegházban és a fóliasátrakban is ugye a dísznövényekhez kevert földet használunk, aminek alapja ez a komposztföld, valamint a fóliasátrakban is kiemelt ágyást, ha készítünk, vagy pedig ha földcserét kell valahol alkotnunk, akkor ugye ezt a komposztföldet keverjük be, és ezzel egészítjük ki a termesztésünket.